A Damási Helytörténeti Alapítvány munkája a település múltjához kapcsolódó írásos dokumentumok, fotók és tárgyak összegyűjtése. Emellett az állandó helytörténeti gyűjteményt is folyamatosan gyarapítják. 25 éves múlt van mögöttünk, mindenki emlékszik még Deák Margit néni tevékenységére. Gyakorlatilag az ő kutatómunkája ugye alapozta meg a helytörténeti alapítványt, aminek ugye eredménye lett egyrészt, hogy sikerült a városnak kialakítani egy helytörténeti gyűjteményt, létrehoztunk egy Présház Múzeumot is, illetve az utóbbi időben igyekszünk minden évben helytörténeti kiadványokkal megismertetni Tamási talán elfeledett múltját. Nemrégiben egy újabb tanulmányt adtak ki, ami Tamási zenei életének történetét örökíti meg. Mindig vannak olyan témák, mondhatnánk, hogy elfekvő helytörténeti anyagok, amelyek igazából nyomdára várnának csak. Ezúttal idősebb Hegedűs Gyula bácsinak egy levéltári pályázatra megírt tanulmánya került kiadásra. Gyula bácsi Tamási zenei életének 100 évével foglalkozik. Összegyűjtötte a századfordulótól kezdve azokat az adatokat, amelyek gyakorlatilag bemutatták az elmúlt 100 évnek Tamási zenei történetét. Gyakorlatilag a tűzoltó zenekartól kezdve a színházat segítő zenészekig, majd ugye jött a kórusművek, majd ugye a beat korszak, és gyakorlatilag a napjainkig igazából, bár a pályázatnak a leadása 2004-es volt, és ennek megfelelően került kinyomtatásra a könyv is. A kiadvány sok illusztrációt tarkítja, amelyből a helyieknek, a környékbenieknek ismerős arcok köszönnek vissza. Ez egy 2004-es tanulmány, akkor még úgynevezett fénymásolt fotókat elkészítette ki Gyula bácsi a pályázati anyagát. Abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy ugye van Szegedi Miklós hagyatékában, ugye őt mindenki ismeri Tamásiban, és a helytörténeti gyűjtemény őrzi az ő fényképes anyagát. Hát ugye ő rendezvényen vett részt, és Gyula bácsi szövegét kiegészítve nagyon jól meg lehetett mutatni az akkori zenekaroknak a világát idézőjelesen, de természetesen kaptunk együttesektől is, illetve meghagytuk azokat az eredeti fénymásolt képeket is, amelyek ugyan gyengébb minőségűek, de az eredeti levéltári kiadványban is benne voltak. Természetesen az örökösök csak úgy járultak hozzá, hogyha a tanulmánynak a teljes szövege változatlanul marad, ezen nem is szerettünk volna változtatni, hiszen Gyula bácsi megírta az akkori dolgokat, ő ugye, mint maga is kórustag és a zenei életben bent lévő egyén ezt jól összeszedte, megírta, ezen természetesen nem válogattunk, a mi feladatunk legigazából a képessé tétele volt, tehát fényképek gyűjtése, amivel kiegészült. Nem volt különösebben nehéz a kiadvány, hiszen már évek óta adunk ki helytörténeti könyveket különböző minőségben, és úgyhogy nem jelentett ez sem gondot. A tanulmányban sok zenekar története helyet kap, de fényképek sajnos nem mindegyikről sikerült beszerezni a kiadásig. Ahogy számolgattam, talán egy olyan 30-40 együttes kerül megemlítésben a könyvben. Ebben természetesen nem csak a Beat zenekarok vannak benne, hanem azok a kórusok, akik ugye Tamásiban még ma is működnek, vagy nem működnek éppen. Mindenképpen meg kell köszönnünk az önkormányzatnak és Járai Gábornak anyagi támogatását, amely nagy segítséget jelentett abban, hogy egy régi elfekvő mű újra kézzel fogható, kézzel olvasható legyen. A Tamási zenei élete a 20. században és a 21. század elején címet viselő kiadvány az Egyesület honlapján található elérhetőségeken megrendelhető, vagy a Tamási könyvtárban megvásárolható.